1918, az első világháború utolsó esztendeje. Európának 10 millió halottal kell elszámolnia. Az erők elfogytak. Nem tagadta senki, hogy még egy telet lehetetlenség lett volna végigharcolni. De a monarchiát nem csak a háború bomlasztotta, hanem belső bajai is. Míg a hadszíntereken a háború utolsó napjaiban drámai események játszottak le, a németek 13 napos győzelme a franciák felett, a bolgár cár menekülése és hadseregének összeomlása, a monarchia belülről szétesett. 1918. októberében a monarchia békeajánlattal fordult Wilsonhoz, az Egyesült Államok 28. elnökéhez, ugyanis a közös külügyminisztérium elfogadta tárgyalási alapnak a Wilson-féle 14 pontot. Ezek közül a leglényegesebb az, amelyik a népek önrendelkezési jogáról beszél. A monarchia nemzetiségei ezt az önrendelkezési jogot hangoztatva kezdték meg önállósági programjaikat. Az erdélyi román nemzeti párt nevében Teodor Mihály, Alexandru Vajda, Vasile Goldis, Stefan Pop Csicsó, Aurél Vlad és mások 1918. október 12-én Nagyváradon vitatták meg a politikai helyzetet, és egy olyan javaslatot fogadtak el, amelyet a parlamentben szándékoztak felolvasni. Október 18-án Alexandru Vajda a Magyarországgyűlés utolsó román szónokának történelmi nyilatkozatában ilyen mondatok hangzottak el. Az erdélyi és magyarországi román nemzeti párt végrehajtó bizottsága, mint az erdélyi és magyarországi román nemzet politikai szerve megállapítja, hogy a háború következményei teljesítik a román nemzetnek a teljes nemzeti szabadságra irányuló évszázados követeléseit. Azon természetes jog alapján, hogy minden nemzet rendelkezhet szabadon és egyedül határozhat saját sorsáról, jog, amelyet a magyar kormány is elismert a monarchia békeajánlata útján, a magyarországi és erdélyi román nemzet élni akar ezzel a joggal, és nem ismeri el ennek a parlamentnek és ennek a kormánynak a jogosultságát arra, hogy magát a román nép képviselőjének tekintse, és hogy a békekongresszuson képviselje az erdélyi és magyarországi románok érdekeit, mert a román nemzet érdekeinek védelmét csakis a román nép nemzetgyűlésének küldöttei láthatják el. Október 22-én Isopescu Grécul ausztriai román képviselő utolsó felszólalását tartotta a bécsi Reichstagban. Többek közt ez is elhangzott nyíltan lázító beszédében. Arról a törekvésről, hogy a román nép egyesüljön, sohasem fog lemondani egyetlen román sem. Az összes román egyesülése egy ideál, s olyan cél, melyre a románok mindig törekedni fognak, bármilyen időben és bármilyen körülmények között, függetlenül minden változástól. Hanem csak a román nemzeti tanácsnak. A Maniu féle terv kiválóan sikerült. Néhány napon belül 20 ezer román katona állt rendben, felfegyverzetten és parancsra készen. A románok esküvel fogadták a román egységet. Az esküszövege így szólt. Esküszöm a mindenható Istenre, hogy a magyarországi és erdélyi románság legfőbb intézményéhez, a magyarországi és erdélyi román nemzeti tanácshoz mindig hű és engedelmes leszek. Ismerem a mai történelmi időkből fakadó kötelezettségeimet, esküszöm, hogy életem minden megnyilvánulásában hűséges leszek az egységes román nemzethez, s hogy kezemet sohasem fogom testvéreimre emelni, bármilyen politikai területen lakjanak is azok. Így segítsen engemet az Úristen. November 13-án Jászi Oszkár Aradra utazott, ahol a román nemzeti tanács tagjaival tanácskozott. A magyar kormány nemzetiségi minisztere visszautasította a román ultimátumot, amelyben kijelentették 26 magyar vármegye elcsatolását. Mondandójának lényege, a magyar kormány helyesli a román önkormányzat tervét, de csak addig a határig, amíg az nem ütközik a többi nemzet ugyanilyen önkormányzati igényével. Mivel a megjelölt területen a románság 2.900.000-es lélekszáma csak 43%-át teszi ki a többi itt élő nem román
3.900.000-es lélekszámához képest, ami a Wilsoni elveknek sem felel meg, a románság kizárólagos autonómiájával szemben csakis a szövetséges autonómia képzelhető el. Ilyen tárgyalás után Károlyi Mihály a következőket mondotta. Igazunk és fizikai gyengeségünk tudatában csakis a jogra támaszkodhatunk. Ezért az az előterjesztésem, hogy írjuk alá Franché tábornokkal a fegyverszüneti szerződést, és ha aláírtuk, a betörések egyszerű erőszakot jelentenek. Bárki betör, tiltakozunk ellene, felemeljük óvószavunkat és appellálunk a világ művelt népeinek ítéletére, de fegyvert nem szegezünk ellenük, mert mi állani akarjuk és fogjuk az aláírandó fegyverszüneti szerződést. A kolozsvári magyar nemzetőrség három fiatal tisztje legénységével közösen egy fogadalmat szerkesztett. Mivel minden jel arra vall, hogy szülőföldünket, szép Erdélyországot el akarják tőlünk venni, hazátlanná akarnak tenni, azért a kolozsvári magyar nemzetőr zászlóai megfogadja, hogy az utolsó csepp vérig küzd Erdély megvédéséért. Ha intézkedés nem történik, akkor indíttatva érezzük magunkat, hogy ügyünket saját magunk vegyük kezünkbe, és vagy diadalra visszük, vagy, mint hősökhöz illik, meghalunk. A fogadalom szövegét a székely hadosztály elfogadta, ahogyan a kolozsvári, szintén székelyekből álló nemzetőrség is. Az eskü betartására a kormánynak és a kolozsvári kormánybiztosságnak köszönhetően csak jelentéktelen gerilla harcokban volt lehetőségük a hazájukat féltő katonáknak. A budapesti forradalommal egyidejűleg Erdélyben is teljes volt a felfordulás. November 13-án a románok még bőszen tárgyalnak Jászival, hangoztatva a szabad önálló Erdély szükségességét. Miközben már 10-én levélben fordult Alexandru Vajda Ionel Brătianuhoz, az állam első emberéhez, kérve, hogy a román hadsereg sürgősen vonuljon be Erdélybe. Ugyanarról a Vajdáról van szó, aki 1916-ban ugyancsak arra kérte Romániát, hogy haladék nélkül támadja meg a monarchiát. November 18-án a Román Nemzeti Tanács küldöttei újra felkeresték Jászban Brătianut, de most már azzal az elhatározással, hogy december 1-jére összehívják a románság nagygyűlését Gyulafehérvárra. November közepén a kaotikus állapotokat kihasználva be is vonult a román haderő Erdélybe. A 7. román divízió osztagai először Borszéket szállták meg, majd következett Békás, Tölgyes, Maroshévíz, Ditró, Csíkszereda. A bevonuló haderők főparancsnoka, Mosolyú tábornok kiáltványban fordult Erdély románjaihoz. Idézett a kiáltvány szövegéből. A láncok örökre lehullanak. A győzelem ünnepére, a sors beteljesülésére ide sietnek azoknak a nagyoknak árnyai is, akik hittek ebben az ideában, és elvesztek érette. Megérkezik Hóriá, Kloská és Krisán, és jön Jankú az ő büszke mócaival. Az ő pillantásuk alatt a mi szíveink összedobognak.
Hódvizsgálóhelyen november végén a meg nem szállt területek magyarjai nagygyűlésen kimondták, hogy a székely nemzet ragaszkodik Magyarország területi épségéhez és a nemzetiségek önkormányzata mellett is fenntartható államegységhez. Végül programot nem a kiáltványok, nem a felhívások adtak, hanem Reményik Sándor Erdély magyarjaihoz című verse, amelynek első szakasza így szól. Hadd jöjjön hát, aminek jönni kell. Idők lavináját ernyett karok, ha többé fel nem tarthatják. De mi simuljunk össze, magyarok. Kiáltó szó, ha nem lehetünk már, összeforrott társaság legyünk. Kivándorolni? Elbújdosni? Nem. Mi innen nem megyünk. November 23-án Károlyi Mihály a Népköztársaság nevében kiáltványban szólította meg a németeket, románokat, ruténeket és szerbeket. Ne bántsátok Magyarországot! Ez a Magyarország egy egészen új ország, szabad népköztársaság, ahol minden embernek egyforma joga van. Inkább béküljetek meg ti is ezzel az új köztársasággal. Szövetkezzetek vele szívesen, hogy jól összedolgozva, a közös munkában együtt gazdagodjunk és tanuljunk. Ez a kormány nem vállalhat felelősséget az elődök bűneiért, de arra törekszik, hogy jóvá tegye ezeket a bűnöket. A kormány tagjai együttesen és egyenként becsületükkel vállalnak jótállást előttetek, Magyarország népei előtt, hogy megvalósítsák, amit ígérnek. Egy nappal a nagygyűlés előtt Gyulafehérváron Vasile Goldis felolvasta az egybegyűlt román vezéreknek a másnapra szánt határozati javaslatokat. Hihetetlen vita kerekedett a regáti, azaz ókirályságbeli és az erdélyi románok között. Ugyanis Bukarest feltétlen egyesülést akart, míg az erdélyiek ragaszkodtak volna autonómiájukhoz. A vitatott harmadik pont így szólt eredetileg. Azért, hogy az Erdélyben, Bánáttemesben és Magyarországon románok által lakott területek és a mostani román királyság között fennálló, a történelmi fejlődés során keletkezett különbségek miatt bekövetkező kiegyensúlyozódásig is kikerüljünk minden társadalmi megrázkódtatást. A nemzetgyűlés a fentemlített területek részére fenntartja az önkormányzat jogát. Másnapra körülbelül 100 000 ember gyűlt össze Gyulafehérváron. A Károlyi kormány technikai segítséget nyújtott az elszakadáshoz, azzal, hogy ingyen bocsátotta a nagygyűlésre igyekvők rendelkezésére a Magyar Állam vasút szerelvényeit. A kora reggeli órákban a görög katolikus és a görög keleti templomokban a püspökök misét celebráltak, majd a menet elindult a vártér felé, ahonnét nem messze áll az 1008-ban Szent István által alapított római katolikus katedrális és püspöki székhely. Vasile Goldis ismertette a gyulafehérvári pontokat, a híres, soha be nem tartott 9 pontot. A megalakítandó román állam alapelveiként a nemzetgyűlés többek között a következőket jelenti ki. Teljes nemzeti szabadságot minden itt lakó népnek. Minden nép saját nyelvén és saját kebeléből választott egyének által fogja magát képezni, közigazgatni és bíráskodni. Minden nép alkotó egyedei számának arányában fog részt venni a törvényhozásban és az ország kormányzásában. Jogegyenlőség és teljes autonóm vallási szabadság minden hit felekezet részére az államban. Az ígéretek mellett más gondolatok is helyet kaptak a kiáltvány szövegében. Ilyen például a 6. és a 8. pont, amelyik így szól. A nemzetgyűlés szeretettel és lelkesedéssel köszönti az osztrák-magyar monarchiában eddig elnyomott szabad nemzeteket, s elhatározza, hogy üdvözletét az összes nemzetek tudomására hozza. A nemzetgyűlés hálájának és csodálatának ad kifejezést a szövetkezett hatalmak iránt, amelyek egy évtized óta a háborúra előkészült ellenséggel szemben állhatatossággal vívott csodálatos harcuk által megmentették a civilizációt,
a barbárság karmaiból. A gyűlésen megválasztották a 130 tagból álló román nemzeti nagy tanácsot. Ne felejtsük el, hogy a minden erdélyi népre vonatkozó határozat megszövegezésébe és megszavazásába sem a szászokat, sem a magyarokat nem vonták be. Őket elfelejtették meghívni Gyulafehérvárra. December 3-án a nagy tanács egy 15 tagból álló kormányzó tanácsot választott, a hírhet Consilio Dirigentet, amelynek elnöke Julio Maniu volt. Az új kormány Nagyszebenben kezdte meg működését. Az úgynevezett kormánytagok pedig már december 13-án Ferdinánd királynál voltak audiencián. Az ott elhangzott királyi dekrétum szövege a hivatalos közlönyben, a monitoruló oficiálban jelent meg, amelyben kimondták Erdélynek a regátba való bekebelezését. A királyi dekrétum mindössze két mondatból áll, amely két mondat minden jogot magához ránt, és szó sincs már az erdélyi románok autonómiájáról. Az 1918. december 1-jei Gyulafehérvári Nemzetgyűlés határozatában foglalt területek a román királysággal örökre egyesülve vannak és maradnak. A mi kormányunknak az elnöke megbízatik a jelenlegi törvénydekrétum végrehajtásával. December 1. harmadára a román csapatok mindenütt elérték a Maros partot, azaz a belgrádi fegyverszüneti egyezményben megállapított demarkációs vonalat. A Károlyi kormány és az időközben kormánybiztossággá előléptetett kolozsvári magyar nemzeti tanács hiába tiltakozott a jogtalan előrenyomulás miatt az Antantnál. A 7. román divízió elkezdte lassú előnyomulását Kolozsvár felé. Valamiféle válasz gyanánt a Magyar Nemzeti Tanács 1918. december 22-én nagy gyűlést szervezett Kolozsváron a Mátyás szobor körül. Körülbelül 100 000 magyar volt jelen. Időn belül a gyulafehérvári nagygyűlés lelkes hangulata már a múlté. Az egyenlőség, testvériség, szabadság üres fogalmakká váltak. A valóság, az ostromállapot, a cenzúra, a szigoranca uralkodása, a börtön és a bot. Miközben a Lenin fiúk, az 1919-es proletár forradalom győztesei rémületben tartották Budapestet és a magyar vidéket, Erdélyben is teljes káosz uralkodott. Erre a hangulatra utal vissza három erdélyi főpap, gróf Majláth Gusztáv Károly római katolikus, Nagy Károly református és Ferenc József unitárius püspökök levele, amelyet a békekonferencia ötös főtanácsának címeztek. Kegyelmes urak! Alulírottak, mint az erdélyi magyarság lelki vezérei, egyházunk híveiért Isten és ember előtt való felelősségünk tudatában, lelkiismeretünk kényszere alatt emeljük fel panaszos szavunkat, és kérjük meghallgatásunkat abban a kétségbejtő helyzetben, amelyben az erdélyi magyarsággal egyházaink és híveink kerültek. Bízunk abban,
hogy azok a kiválasztott férfiak, akikre a világtörténelem folyását igazgató élő Isten nemzetek és országok élethalál kérdéseiben a döntés tisztét bízta, az igazságosság és emberiesség szellemében igyekeznek rendkívüli küldetésüket betölteni. Erdélyben a magyarság és ezzel híveink a román impérium átvétele óta a legádázabb rendszerű üldözés martaléka és az államhatalomnak minden eszközével dolgozó nemzetiségi terror alatt nyög. Azokat a tisztviselőket, akik a hágai egyezmény és a belgrádi fegyverszüneti szerződés írott betűihez ragaszkodva a kormányzat által követelt állampolgári hűségeskü letételét a békekonferencia jogerős döntéséig hazafiatlannak és időszerűtlennek tartva megtagadták, állásukból minden nyugdíj és ellátás nélkül elmozdították, s családjaikkal együtt koldusbotra juttatták. Ezekre a köztiszteletben álló férfiakra rásütötték az államellenesség és megbízhatatlanság bélyegét, s ezen a címen megnehezítették még azt is, hogy napszámos munkával magukat fenntarthassák, s bűnrészességgel vádolván üldözés alá vették azokat is, akik könyörületből nekik munkaalkalmat adtak, vagy társadalmi segítésükön közre munkálkodtak, sőt, folyvást akadályozzák azt is, hogy a magyar társadalom szűkölködő családjaik segítségére siessen. Ugyanezen tisztségviselők közül azokat, akik nem a megszállott területen születtek, most, a legbizonytalanabb időben, a téli beszerzések évadján, családjaikkal együtt kitoloncolják a határon túlra. Ha nem is itt születtek, jelenlegi lakóhelyük gazdasági és erkölcsi talajába becsületes munkájuk révén belegyökereztek, de most erőszakkal kitépik azt, és visszadobják születési helyükre, ahol életfenntartásukat semmi sem biztosítja, sőt, az egyetemes inség miatt szomorúan elhatalmasodott emberi önzés veszélyesen gátolja. Ugyanígy járnak el mindenki mással, különösen az özvegyekkel és az elhagyottakkal. A magyar központokból, különösen Kolozsvárról minden magyar, aki 1914. július 31-e után költözött be, irgalmatlanul kilakoltatnak, s a lakásukba, tűzhelyük mellé románokat helyeznek el, hogy a kulturális központok nemzetiségi arányszámát is erőszakosan megváltoztassák. Ezeket a rendeleteket teljhatalmú kormánybiztosok hajtják végre, akik azzal kérkednek, hogy a törvény én vagyok. Olyan helyzeteket teremtenek, amin őket a 30 éves háború és az oroszországi deportációk óta nem látott a világ. 1919. januárjának végén az erdélyi magyar tisztviselők már észrevették, hogy az eskü követelésének nem a magyar tisztviselők további alkalmazása a célja, hanem a megtagadás ürügyével állásukból való elbocsátásuk. Ezért 1919. január 15-én a kolozsvári küldöttség a magyar tisztviselők nevében megjelent Julio Maniunál, és bejelentette, hogy a magyar tisztviselők hajlandók az eskü helyett fogadalmat tenni, melynek értelmében kötelességeiket becsületesen teljesítik. Maniu elutasította ajánlatukat. A következő hónapokban 200 ezer magyar hagyta el Erdélyt. Pedig a hágai konvenció 45. szakasza így fogalmaz. Tilos az ellenséges hatalomnak a megszállt területek népességét hűséges letételére kötelezni. A levél így folytatódik. A békekonferencia eddigi határozatából kétségen felül megállapítható az az emelkedett szellemre való intenció, hogy annexió esetén is minden terület lakosságának biztosítva van az a jog, hogy válasszon, melyik ország állampolgára kíván lenni. Ezt a jogot, mely excellenciátok becsület ügye, az önök egyik szövetségese, akkor, amikor még a magyar békeszerződés aláírva nincs, közigazgatásilag egyszerűen elkobozza, és ezzel az önök presztízse ellen a legsúlyosabb vétséget követi el. Megindították a földbirtok reformot, melynek alapelgondolása az, hogy minden nagyobb birtokot kisajátít a föld nélküli parasztság számára. Miután azonban az 500 holdnyi maximumon felül Erdélyben birtok csak a magyarok kezén van,
tulajdonképpen tekintélyes része éppen a magyar felekezetek iskolái és kultúrintézményei birtokában, továbbá miután a tervezett jogosultak közül előnyben részesítik azokat a katonákat, akik a román kormányzó tanács rendeletére Magyarország ellen fogtak fegyvert, végül miután a kisajátítás nem automatikusan, hanem a román állami közegek útján történik, ez a birtokreform a szociális panasz örve alatt a magyarság irgalmatlan deposszedálására és kultúrintézményeinek elsorvasztására vezet. A földreformmal nem csak a magántulajdonban lévő, hanem az alapítványi birtokokat is, így a magyar egyházak, iskolák és különféle intézmények birtokait szintén kisajátították. Ezek a magyar intézmények ilyen formán teljesen elveszítették egykori anyagi alapjukat, s mivel ezek az alapok az intézmények fenntartását és a szegény diákok taníttatását és megsegítését szolgálták, az egyházak birtokainak kisajátítása a magyar értelmiség utánpótlását akadályozta elég hosszú időn keresztül. Ezért írt a Nagy-Románia angol barátja, Scotus Viator, hogy a földreform nem csak a magyar földbirtokosokat tette tönkre, hanem az egyházakon keresztül az egész magyar értelmiséget, és ezért bizony ez az intézkedéssor a nemzeti bosszú látszatát kelti. A három erdélyi püspök így folytatja levelét. Ugyanezt a célt szolgálják közigazgatási úton, minden jog és törvény megcsúfolásával, hogy százados felekezeti iskolák ingatlanait kényszer útján, lehetetlenül olcsó áron román földművelőknek adják bérbe, érvénytelenítve olyan kifogástalan magánjogi szerződéseket, amelyek tisztességes jövedelmet biztosítottak a nagy anyagi nehézségekkel küzdő kultúrintézményeinknek. Átvették az összes állami és községi javakat. Szedik és szabadon emelik a közjövedelmeket, anélkül, hogy ezzel együtt a magyarság sajátos érdekeit szolgáló közterheket viselnék. Így az összes magyar egyházak minden törvényes államsegélyét beszüntették azért, hogy Erdély egyetlen és utolsó mencsvárát, az egyházakat intézményeivel együtt pusztulásra ítéljék, és hivatalosait ínségbe kergessék. Átvették az összes állami községi és szerződésekkel állami kezelésbe adott felekezeti iskolákat, felszerelésükkel együtt, tanszemélyzetét, miután ők is idő előttinek mondották az állampolgári eskü letételét, szolgálatukból elbocsátották. Miután az átvett iskolákban helyettük elegendő tanerőt nem tudtak állítani, még a kvalifikációs törvény megcsúfolásával sem, az iskolák egész sora üresen áll. Mégis felekezeti iskoláink és internátusaink helyiségeit katonai és közigazgatási célokra lefoglalják. Még engedjenek meg egy példát. A református egyház egyetlen felsőbb leányiskolájának lefoglalt helyiségeiben kórházat rendeztek be bujakóros nők számára. 1919-ben a román állam tulajdonába vette, magyar tannyelvét megszüntette vagy bezárt 43 középiskolát. Többek között olyanokat, amelyeket például az 1542-es, az 1634-es, az 1663-as, az 1670-es években alapítottak. 1924-re a román hatalom több mint 8000 magyar tannyelvű oktatási intézményt szüntetett meg. A püspökök panaszos levele így folytatódik. Alantas közigazgatási szervek, falusi bírák, csendőrőrmesterek útján, a vallási élettel össze nem függő és lelkiismeretükkel meg nem egyező liturgikus funkciókra kényszerítik a papokat, és amennyiben a rendelkezéseket vonakodnak teljesíteni, nem csak bebörtönzik, hanem embertelen módon elismerik őket. A Budapest elfoglalása örömére elrendelt harangzúgás és hálaadó istentisztelet megtagadása miatt bebörtönzött, véresre vert magyar keresztény papok száma napról napra nőtt. Mindezen felül a történelemben páratlanul ádász fajgyűlölettel megfertőzték a közélet levegőjét. Színmagyar városokban minden magyar feliratot összetörtek, és katonailag elrendelték a román feliratokat. Szigorú büntetéssel kényszerítették a magyarságot a román színek használatára, üldözik a magyar ruhát, a magyar szót
s ilyen irányú atrocitások ellen senki védelemben nem részesül. Kolozsvárt, Marosvásárhelyen, Brassóban, Déván ledöntötték és meggyalázták a magyar nemzet legnagyobb hőseit, vagy vallásos géniuszait ábrázoló remek műveket. Marosvásárhelyen ledöntötték Kossuth, Bem és Rákóczi szobrait. Déván az egész művelt világ, a főleg Anglia és Amerika unitáriusainak adományaiból épült, s részvételük mellett felavatott Dávid Ferenc emlékművet zúzták darabokra. Nekünk, magyaroknak, még az e cselekedetek felett érzett felháborodásunkat is vissza kell folytanunk, hogy panaszainkra igazságot soha, feljajdulásainkat is megtorló új üldöztetést annál többször lássunk. Hosszú hónapokon keresztül Erdély és Bánság minden részéről véres incidensekről számoltak be. Marosvásárhely mellett Szentháromság községben agyonlőttek egy földbirtokost népítélet alapján. Mezőbándon napirenden voltak a rablások és fosztogatások. Körtefáján agyonlőttek egy kereskedőt. Temesváron a budapesti forradalom napján valamennyi rabot szélnek keresztették. Perepón a jegyzőt és a feleségét agyonverték, majd a két holttestet feldarabolták. Vejte és Sebet községekben raboltak, fosztogattak, és két földbirtokost meggyilkoltak. Szemlakon a román parasztok pópájuk vezetésével megrohanták az állami magyar iskolát, s magyar tankönyvekből mágiát raktak. Zsebelyen a fosztogatók és a nemzetőrség tűzpárbajba keveredett. Következmény 17 halott. Maroson innen és Maroson túl csak keserűség és megaláztatás, internálás és botozás. Az újságok pedig hallgatnak. A cenzúra minden feljajdulást elhallgattat. Az egyházi feljegyzések alapján tudjuk, hogy csak 1919-ben 35 magyar papot felekezetre való tekintet nélkül megbotoztak, internáltak vagy börtönbüntetésre ítéltek, köztük 4 püspököt is, a levél aláíróit is, de a kolozsvári ferences rendi tartományfőnök, a jobbágytelki lelkész, a kolozsvári apát plébános, a zalatnai, a szárazpataki, a küküllővári, az aldobói, a magyarláposi, az újtordai, a sztánai, a petrozsényi, a sepsi-köröspataki tiszteletesek és tisztelendők is hasonló sorsra jutottak. Pedig a belgrádi fegyverszüneti egyezmény előírta, hogy a románok a demarkációs vonalig megszállhatják Magyarországot, viszont biztosítja a magyar hatóságoknak azt a jogot, hogy a békekötésig a megszállott területeken is a magyar közigazgatás marad érvényben. Tehát román megszállás, de magyar rendőrség, magyar csendőrség, magyar bíróság, magyar adminisztráció. Ezen közben a kolozsvári Unirea című lapban egy felhívás jelent meg. Ami előrelátható volt, bekövetkezett. A magyarok még most is, amikor le vannak tiporva, nem férnek a bőrükbe és terrorizálják az egész világot. De most megszólalt a harsona. A mócok csapatai fegyvert ragadnak, az egész román nemzet egy táborba igyekszik és megvédi ősi birtokait. Ha a magyarok kíváncsiak arra, hogy miként küzd a román nép saját nemzeti ideájaiért, most megláthatják. Elkerülhettük volna a vérontást, de ha ők kívánják, lesz benne részük bőven. Keljetek, románok, az ország 4 sarkából, most vagy soha. Papok, kezetekben a kereszttel, hirdessétek román testvéreiteknek szószékeitekről és templomaitok ajtajából, hogy ütött a Szent Óra. Minden román lélek vessen 3-szor keresztet és mondja, ámen, és az Isten segítsen. Nincs emberi hatalom, amely megállítana utunkon. Minden önmegtartóztatás szálljon ki lelkünkből. Fegyverre! Ítéljék meg ezek után excellenciátok, lelkiismeretük szerint, írja a 3 erdélyi püspök levelében. Az-e a jobb, amit ígértek a világnak? Az-e az emberiesség és méltányosság diadala? Érezzük azt a felelősséget, ami a feljajdulásunkkal jár, valamint azt a kockázatot is, amivel panaszunknak
éppen a román kormányzó tanács útján önökhöz való juttatásának kísérlete jár. De elviselhetetlen volna ránk az a gondolat, hogy elmulasszunk valamit, amivel az igazság és az emberiesség eszméjének eltiport bűnén felül vezeklő halálba gyötört nemzetünknek tartozunk. Bízunk abban, hogy excellenciátok is érzik azt a felelősséget, és megirtóztak attól a lehetőségtől, hogy most, amikor egy boldogabb kor világberendezése ígértetett, egy jobb sorsra érdemes nép fai és politikai elpusztulásának bűne sötét árnyékként lebegjen a felhajnalló békekorszak felett, s vessen örök homályt azok nevére, akik ezt a meggyilkolást engedték, vagy megakadályozására nem tettek meg kellő időben mindent, ami módjukban állt volna. Ezért bizakodva kérjük excellenciátokat, küldjenek ki Erdélybe egy állandó bizottságot, amely e panaszokat tárgyilagosan és megértően megvizsgálni hivatott, s maga mentes lévén az elfogultságtól elégséges erővel bírjon megtörni a terrort, ami mindenütt az igazságosság érvényesülésének útjában áll. Fogadják excellenciátok kiváló tiszteletű nyilvánítását. Nagy Károly, református püspök, gróf Majláth Gusztáv Károly, római katolikus püspök, Ferenc József, unitárius püspök. Kolozsvár, 1919. szeptember 8-án. Emlékeztetőül talán csak annyit. Az első világháborúban Magyarország az osztrák-magyar monarchia részeként keveredett bele. A világháború végét is az osztrák-magyar monarchiaként élte meg, közös kül- és honvédelmi minisztériummal. Akkor vajon mi lehetett az oka annak, hogy Trianonban egyedül kellett Magyarországnak felelnie mindenért? Azért is, ami megtörtént, és azért is, ami nem.